Minden út egy kihívás volt, és minden út változtatott rajtam, a világról kialakított képemen, ha tetszik, a hitrendszeremen, mondta Fanándor, aki ötször szelte át a földet. Amikor először útnak indult a Szent Jupáttal, még Magyarországon 3 évet kellett várni 2 nyugat-európai út lehetősége között, már ha megkapta az ember az engedélyt. Ehhez képest Fanándor számára kinyílt a világ. Gyakorlatilag az az út volt az, ahol kvázi nulláról indult az egyetfejlődés. De álltunk valamilyen szinten, mint sportemberek, de hát azért az egy ilyen hazai átlagos sportoló szellemi, kulturális és egyéb igényének megfelelő szinten állhattunk. Nyilván érdeklődésben több volt ennél, de szintnél nem nagyon, és ehhez képest kiszabadultunk a nagyvilágba. És nagyon is értő ésszel és látó szemmel mentünk, és hihetetlen sokat változtatott rajtam az első út, de szerintem mindkettőnkön. Utána még a további útjaim is sokat változtattak, de a legdrámaibb változás az első út után volt. Amikor hazajöttem, nagyon más ember voltam, mint amikor elmentem. Szemléletem a világról, értve ez alatt az ember alkotta világot, értve ez alatt az univerzum, mint olyan, és értve ez alatt önmagamat, aki ebben az egészben el akarta helyezni magát. Tehát itt Magyarországon, abban a világban beszélünk szocializmusról, egy elzárt kultúra, egy rendkívül, szigetelt, töltsérjen át nyújtott információs halmaz, aminek nagy része nyilván nem volt igaz, és ezt az ember addig nem tudja, amíg nem megy ki innét. Azt sejtettük, hogy baj van, de hogy mekkora, az csak akkor derült ki, amikor a nagyvilágot kicsit kinyitottuk magunknak. És hát ez volt az út minden értelemben, ami az értelmünket és a szemünket és a filozófiai lényünket és mindent kinyitott. Hát ebben benne van az én saját egyetfejlődésem, és benne van a világról alkotott képem egyaránt. Nagyon sokáig volt csak a vallás az életemben, és a hit csak jóval később jelent meg. A kettő pedig majd 40 évesen kapcsolódott össze bennem, mondja. Olyan családban nőttem föl, ahol a szüleimet, bár a rendszer megpróbálta a hitükben megrendíteni őket, ez nem sikerült. Hát olyan egyszerű emberek voltak, hogy nem volt velük mit tenni, az életüket nem akarták nyilván elvenni. Ehhez képest nem tudtak velük mit kezdeni, 4 fiú gyerek. Egy iskolába jártunk, az igazgatónak, tanárőnek nem tetszett, hogy mi első áldozni is járunk, és sok mindenre, de hitt arra. Ennek megfelelően mi kifejezetten vallásosnak neveltettünk, abban az időben minden olyan fórumot megjártunk, ami ahhoz kellett, hogy egy normális vallásos emberé váljunk. De hát nekünk, mint fiatal embereknek ez nem igazán töltötte ki az érdeklődésünket, mert hát a saját eszünkkel is láttuk a részt, és éreztük, hogy ez így magában véve nem elég, és később, amikor elkezdtem már hívővé válni, és hittel, értelemmel közelítettem meg a világot, akkor eleinte csak a hithez közelítettem, és különböztettem meg a vallástól, aztán később ezt a kettőt össze tudtam kapcsolni. A látszat ellenére Fanándort nem a kalandvágy és nem is az ismeretlen felfedezése hajtotta újra és újra vissza a tengerekre. Sokkal inkább hajós emberként a technika fejlődésének és ebben saját lehetőségeinek felfedezése. Én alapvetően hajótervező, építő és vitorlázó vagyok, tehát engem, amikor már később visszahívott az óceán, mindig is úgy hívott vissza, hogy egy komplex teljesítményként, tehát tervezőként, hajóépítőként, megvitorlázóként teszem magam próbára a világ legjobb jövővel szemben. És ez engem, miután egy nagyon kreatív pali vagyok, újra és újra visszahívott, mert mindig éreztem, hogy ennél sokkal többre vagyok képes, minden értelemben. Tehát ebben a technika is benne volt, a technológia is benne volt, eszméletlen sebességgel fejlődött ez a bizonyos technológia, a műholdas technológia, a digitális technológia, amit én nagyon szívesen megtanultam még, és beépítettem a saját teljesítményeimbe, úgy tervezőként, építőként, mint vitorlázóként, és mint egy digitális navigátorként, ez nekem mindig újat, nagyon-nagyon sok újat adott. És hogy őszinte legyek, még most is ott van az asztalomon egy kész hajóterv,
és még mindig a fejemben van az a nyitottság, hogy én az újnál újabb technológiákat megtanuljam, és újra próbára tegyem magam, és része legyek a fejlődésnek. Tehát sokkal inkább ez a technikai, technológiai fejlődés volt az, ami kivitt, és nem a kalandvágy. Akkor nem a hullámokat akartam megismerni, hanem azt a fejlesztést, ami kiviszi oda az embereket, és ahogy ott viselkedünk. Hát az első út és az utolsó útam közötti háromszoros sebességkülönbség van, és ez nem csak hajósebesség. Ebben nagyon sok minden van benne. Úgyhogy ez vitt vissza mindig is, és vinne vissza még mindig, ha az életembe beleférne. Ez egy véget nem érő folyamat, nehogy az így, hogy az ember öt út alatt megismeri önmagát, vagy a világot. Hát, én még másik ötöt ki tudnék tartalommal tölteni. Ha az ember nyitott szemmel, nyitott elmével jár kell a világban, akkor ennek sosincs vége. Egy-egy előadásnak nincs előre megtervezett forgatókönyve, mondja. Én mesélek, mert azt gondolom, nagyon másképp látom a világot, mint ahogy a hallgatóság jelentős része. Amire kíváncsiak, megkérdezik, én meg elmondom a véleményem. A legfontosabb az interakció, és ettől lesz minden előadás egyedi és újszerű.